Munkaidőben igazoltan vehetnek majd részt rákszűrő vizsgálaton a nők. Ezt kezdeményezte Gál Gálildikó a Fidesz női tagozatának elnöke. Céljuk, hogy az érintetteknek ne kelljen szabadságot kivenniük a vizsgálat elvégzése miatt. Évente minden hetedik nő emlőrákban hal meg. Néhány hónap korábban fordulnak orvoshoz, és nem rejtegetik a daganatukat, akkor nagyobb a valószínűsége a gyógyulásnak. Erre azonban sokan már csak az onkológiai rendelőben döbbennek rá. Az idejében felfedezett betegség eredményesen gyógyítható, sokszor még kemoterápiára sincs szükség. Ha a korai stádiumban van felfedezett a daganat, akkor ö a gyógyulásnak a valószínűsége 90-100 Abban az esetben, hogyha előre stádiumról van szó, akkor ez 50 százalék alatti. A 45 és 65 év közötti nőket két évente hívják be mamográfiás szűrésre. Alig több, mint 50 százalékuk vesz részt a vizsgálaton. 2012-ben Zala megyében 9000-en jelentek meg a behívásra. 300 nőnél elváltozást találtak. Ahhoz, hogy csökkenjen a megbetegedések száma, komolyabban kell venni a felszólítást népegészségügyi szempontból akkor éri el a szűrőprogram az eredményességét, hogyha legalább 70% az asszonyoknak megjelenik a szűrésen. Zalában a szakemberek úgy gondolják, segítség lehet az, ha a nők munkaidőben is részt vehetnek a szűrésen. A problémát azonban továbbra is a behívottak hozzáállásában látják.